A Városgondnokság már korábban a közmunkaprogram keretében szerezte be az útburkoláshoz szükséges technikai berendezéseket, a munkamenetet pedig egy szaktanfolyamon sajátították el a munkacsoport tagjai. A fagymentes idő bekövetkeztével megkezdődtek az útjavítási munkálatok Karcag belterületén. Az idei tél, a nagy hőingadozás nem csak bennünket, embereket viselt meg, hanem a közutakat is megviselte, hiszen ennek a hőingadozásnak köszönhetően az utak állapota folyamatosan romlott, amelyet természetesen folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és a szükséges javításokat, mihelyest az időjárás engedi, már pedig úgy néz ki az időjárás előrejelzésekből, hogy a következő napokban nem várható további fagy. Ennek megfelelően elkezdődött azoknak az utaknak a karban tartása, rendbetétele, ahol olyan kátyúkat találnak a Városgondnokság szakemberei, amelyek a közlekedésre veszélyesek lehetnek. Természetesen nem csak ők fogják elvégezni ezeket a javításokat, hanem a megyei közút kezelővel folyamatosan egyeztetve az ő szakembereik is érkezni fognak a városba, és az ő általuk felügyelt utakon ők is el fogják végezni a megfelelő karbantartást. Én arra kérek mindenkit, hogy egy picit türelemmel, a szabályokat betartva óvatosan közlekedjen, hiszen a városba több helyen is találkozhatnak majd útjavító szakemberekkel. Molnár Pál, a Városgondnokság vezetője elmondta, hogy közel 500 tonna aszfaltot használhatnak fel.